Io non so il marinero, io non so il marinero, sono capitan, sono il capitan, sono il capitan. Bomba, bomba. Zenei produkciókból nem volt hiány a Jó estét, nyár, Jó estét Borványa rendezvényén. Jérôme, a francia énekes, népszerű dallamokkal szórakoztatta a városrész lakóit. Énekeltek a nyugdíjasok, és színpadra lépett a Borbányai Margaréta tánccsoport is. A Művelődési Ház udvarán tartott rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. Ezelőtt nem voltak rendezvények. Mostan az utóbbi időben nagyon jó rendezvények vannak, és nagyon szívesen jönnek a borbányosiak ide a Művelődési Házba, és nagyon jól érzik magukat. A borbányai rendezvényeken mindig sokan vannak. Ennek elsősorban az az oka, hogy a településrész lakói nyitottak, aktívak és összetartanak. A hasonló kulturális rendezvények pedig ezt a közösséget még erősebbé teszi. Ez a mai nap, ez tulajdonképpen a közösségről szól, az emberekről, akik eljönnek, akik fellépnek most is például, akik énekelnek, ugye a nyugdíjas klub férfi tagjai összejárnak, énekelnek, és ez egy fantasztikus dolog, hogy nem otthon ülnek, hanem eljönnek, és itt másokat is szórakoztatnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a közösség szempontjából egy fantasztikus dolog. Az esemény részeként megrendezték a Borbánya-Golbánya kispályás labdarúgó bajnokságot is, amelyen idén 13 csapat mérte össze tudását. A Vándor Serleg ezúttal hazai pályán a borbányaiaknál maradt. Megismertem